Mennyiségre jó volt az idei búza termés, minőségre kevésbé. Változik a kilogrammonkénti 1000 forintos kenyérár, vagy marad továbbra is drága a pékáru? Jövőre már nem lehet szaldós rendszerben elszámolni a napelemmel megtermelt energiát. Továbbra is nagy a bizonytalanság a kivitelezőknél, az sem biztos, hogy az új rendszer ösztönzőleg hat a házi erőművek telepítésére. Színes és ingyenes programokkal várja az önkormányzat a kikapcsolódni vágyókat az augusztus 20-ai hétvégén. Szombat délutántól koncertek is lesznek, a vasárnapi díjadót követően pedig a főtérre invitálják a bulizni vágyókat. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió péntek esti 8 órás híradóját látják. Jó estét kívánok! Árcsökkenés jöhet hamarosan a kenyérnél, ősszel ugyanis árversenybe kezdenek majd a malmok, ráadásul már a magyarok is nehezen viselik az elképesztően drága kenyeret, írja a pénzcentrum.hu. Ugyanakkor a hazai búzatermés csak mennyiségben elég, a minőség sajnos messze elmarad a megszokottól, erről a Takarmánygyártók Szövetsége számolt be. Váciakat is megkérdeztünk, mit gondolnak, lesz-e olcsóbb a kenyér? Mint arról múlt héten az ES is beszámolt, tavaly augusztus óta nem látott szintre 17,6%-ra lassult a magyar infláció, ami persze így is a legnagyobb pénzromlás jelenti az EU-ban. A forint gyengülésének egyik legdurvább hozadéka pedig az volt, hogy az élelmiszerek árai és az egek beszöktek. Így volt ez az étkezések egyik alapjának számító kenyér esetében is. Ebben az évben már előfordult, hogy 1000 forint fölötti összegeket kellett fizetni egyetlen kilóért cserébe. Hívta fel rá a figyelmet a pénzcentrum. Ősszel azonban, ha nem is számottevően, de végre csökkenhet a kenyér ára a hazai boltokban. Legalábbis így látja Raskó György, agrárközgazdász, aki egy vele készült riportban arra hívta fel a figyelmet, hogy szeptember végén, illetve október elején várható néhány százalékos árcsökkenés a kenyérnél. Szerinte nem egy egyszerű nagy léptékű leárazásra kell számítani, viszont a pékeknek most már lejjebb kell vinni az árakat, mert erre elég jelentős társadalmi igény jelentkezik. Megkérdeztük az embereket, mit gondolnak a kenyér áráról, és bíznak-e abban, hogy olcsóbb lesz-e a termék. Nagyon drága. Durva. Egy kiló kenyér 1000 forint. Itt csökkenne, itt mindig minden csak fölfelé megy. Én azt mondom, hogy ha nem emelkedik, már az is jó. De mondjuk nagyon, tényleg nagyon drága, olyan 1000 forint körül. Mondjuk az is, mondjuk egy családban, ahol gyerekek vannak, tehát nem minden, meg a fogyasztási szokások, milyen kenyeret vesz, az is nagyba függ attól, hogy mennyibe kerül. Én is dolgozok, és borzalmas, amikor elmegyek mondjuk bevásárolni, és igen, nézem én is az árakat, hogy úristen, úgyhogy nem igazán megfizethető. Mire számít, azt szerinted fog csökkenni az ára a kenyérnek? Hát, ahogy haladunk, nem hiszem. A Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetségének főtitkára az idei gabonatermelésről úgy nyilatkozott, hogy a búzatermelés 5,6 millió tonna, ami 1,4 millió tonnával több, mint az előző szezonban. A minőség azonban elmarad a vártól, és gyengébb a tavainál. Idén is várja az iskolaőrök jelentkezését a rendőrség, adta hírül a polisz.hu. 2020. szeptember 1-től az iskolaőr biztosítja, hogy a kijelölt oktatási nevelési intézmény pedagógusai a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak feladataikat zavartalanul elláthassák. A tanulók vagy az intézmény dolgozóinak biztonságát sértő vagy veszélyeztető cselekményeket megakadályozza, megszakítja a sérelmükre elkövetett jogellenes cselekményeket, illetve megelőzi. A jelentkezést elektronikus úton a területi rendőri szervek e-mail címére vagy postai úton az egyes területi szervek humánigazgatási szolgálata részére kell megküldeni, továbbá személyesen bármely rendőri szervnél is lehet leadni a jelentkezést. Ismét megkapta a gyógyvízminősítést az Egymedencés Veresegyházi termálfürdő Erzsébet kutyának vize, számolt be róla a termálonline.hu. Mint írják, a település termálvize korábban már rendelkezett ezzel a címmel, még 2008-ban szerezték meg a minősítést, azonban egy ideje már nem szerepeltek a gyógyvizes hatóság nyilvántartásban. A portál a minősítés újbaoli megítélését azzal indokolja, hogy a veresegyházi gyógyvíz kiválóan alkalmas ízületek degeneratív betegségeinek, idült és félheveny ízületi gyulladásoknak a kezelésére, ortopédiai és baleseti műtétek utókezelésére.
A lakossági szolár rendszerek esetében, aki szaldó elszámolással rendelkezik, vagy legkésőbb december 31-ig telepít napelemeket, az a jövőben is a jelenlegi rendszer szabályai szerint fog elszámolni, legalábbis így tudják jelenleg a kivitelező szolgáltatók. Akik viszont csak jövőre fektetnek házi erőművek telepítésébe, azok számára egyelőre bizonytalan, hogy milyen elszámolási rendszer vár rájuk. 2024-től ugyanis változtatni fognak a szabályokon. Az Európai Uniós szabályozással összhangban itthon is változtatnak a napelemek szaldós elszámolási rendszerén. Az ES1 szolárrendszereket telepítő váci céget kérdezett a változásokról, ahol azt mondták, ezzel a támogatási formával voltak éppen mindenki be tudta állítani a maga rendszerének a méretét, az éves fogyasztásához igazítva. Így nagyon sokan pont akkora szolár erőműveket telepítettek, aminek a termelése lefette az ingatlan éves fogyasztását, és ezzel gyakorlatilag egy nullás villanyszámlát tudtak elérni. A továbbiak pedig azok az egyszeri támogatások voltak, amikkel például a rendszer megépítési költségének az 50%-át, vagy akár az egészét meg lehetett pályázni. Azonban ezeket az ösztönző támogatásokat leállította a magyar kormány. 2022 őszén pedig a hálózatok túlterhelési problémáira hivatkozva a visszatáplálás lehetőségét is felfüggesztette. Évvégéig azonban a már telepített rendszereknél marad a szaldós rendszer. A jelenlegi szaldó elszámolás rendszer, nagyon fontos megjegyezni, ez egy éves szaldós elszámolási rendszert jelent, ami egy évente történő elszámolással energiát energiával számol el, azaz a fogyasztó által elfogyasztott energiát és az általa üzemeltetett kiserőmű megtermelt energiáját egy évben egyszer kivonják egymásból, és ha a fogyasztás volt több, akkor a fogyasztónak kell fizetnie, és hogyha a naperőmű termelése volt több, akkor pedig az áramszolgáltató fog fizetni a fogyasztónak. Az áramszolgáltató ebben az esetben visszaszolgáltatja a kevesebb napfény idején, például télen az energiát, amit megtermelt a házi erőmű nyáron. Menet közben pedig nem kell elszámolni, hanem csak évente egyszer. A cég vezetője szerint azonban ezt nem arra a célra találták ki, hogy ezzel pénzt keressenek a felhasználók, így a többletért nem fizetett jelentős összeget a szolgáltató. Voltak éppen ez egy segítség volt az állam részéről, amivel buzdítani szerette volna az embereket a napelemes rendszerekbe való befektetésbe. Az eddigi szaldó rendszernek a jövő évi utódjáról azonban egyelőre csak találgatni lehet, ugyanis a külföldi mintákat nehéz beilleszteni abba a rezsicsökkentett árkörnyezetbe, ami Magyarországon jelenleg működik. Az egyik ilyen alternatívaként az úgynevezett bruttó elszámolás merült fel. Ami a bruttó elszámolásnak a lényege, az az, hogy megszűnik a energiát energiával napi szinten elszámoló rendszer, és hát vagy havi, vagy akár negyed órán lebontott energia elszámolás van, és onnantól kezdve pedig az árak lesznek egymással elszámolva, az az ár, amennyiért a fogyasztó megveszi az energiát, és az az ár, amennyiért a szolgáltató átveszi az energiát. Ugye, hogyha e között túl nagy különbség van, akkor megbomlik az egyensúly, és onnantól kezdve nem fogja megérni ilyen rendszereket telepíteni. A cégvezető úgy véli, ez senkinek sem az érdeke, hiszen a megújuló energiatermelés továbbra is kiemelt célja az Európai Uniónak, és az eddigiekben a magyar kormány is támogatta az ilyen törekvéseket. Tehát várhatóan olyan rendszer lesz kialakítva, ami nem fogja kedvét szegni a telepítéseknek és a rendszer működtetésének. De jelenleg úgy néz ki, hogy aki még idén napelemes rendszer telepít, az még benne tud maradni a kedvezőbb szaldó elszámolási rendszerben. A kormány augusztustól 10 mellékvonalon állította le a vasúti közlekedést, többek között Balassagyarmat és Ipoly-Tarnóc között. Az Ipoly-Völgyi vonalon egyébként július 31-én indult volna újra a forgalom egy nagyobb pályajavítás után. A vonal bezárások kapcsán a 444 is kereste a közlekedési tárcát, ahonnan azt a választ kapták, hogy a vasúti hálózatokat regionális szinten vizsgálják annak érdekében, hogy üzembiztos, fenntartható közlekedést biztosítsanak az utazóknak. A próba időszak tapasztalatait pedig az év végén közösen értékelik ki a tulajdonosi jogot gyakorló építési közlekedési minisztérium és a MÁV-Volán csoport bevonásával. Lázár János közlekedési miniszter döntése nyomán augusztus 1-től megszűnt a forgalom a Balassagyarmat-Ipoly-Tarnóc vonalon.
Eredetileg ezen a napon indult volna újra a közlekedés, miután elkészült a pálya alépítményének szakaszos felújítása a június 9-i patakáradás után. Másfél hónappal ezelőtt azonban még a MÁV-nál sem tudta senki, hogy a magyar állam hamarosan pontot tesz a 78-as vonalra, ezért annak rendje és módja szerint nekiálltak a károk kijavításának. Ez idő alatt vonatpótló buszok szállították az utasokat, és most úgy néz ki, augusztus 1-től december 9-ig is így lesz. Naponta 4 buszpár fordul a két végállomás között, Balassagyarmatról kora hajnalban, reggel, kora és késő délután indul el egy-egy járat. Ugyanakkor, mint korábban a vonatok. A vonatpótlók praktikusabbak a volánjáratoknál, mert a térség busz közlekedése széttagolt, ugyanis a buszok Széchenyben vagy Salgótarjánban átszállásra kényszerítik az utasokat. Az Ipoly-menti régióban a trianoni határhúzás következményei máig élesen érzékelhetők. A határ átjárhatatlansága évtizedek óta a fejlődés legfőbb akadálya mindkét oldalon. Az állapot az uniós tagság ellenére csak nagyon lassan változik az Ipoly hidak újjáépítésével. Bár a hetekben a Helembai híd elkészült, ott sem lett kidolgozva a határokon átívelő tömegközlekedés. Balassagyarmat fideszes polgármestere, Csak Gábor már a MÁV hivatalos bejelentése előtt arról számolt be közösségi oldalán, hogy levélben fordult Lázár János építési és közlekedési miniszterhez, akitől azt kéri, ne szűnjön meg a Balassagyarmat-Ipoly-Tarnóc vasútvonal. A városvezető levelében felidézte, az utóbbi években az Ipoly-völgy szlovák és magyar oldalán lévő települései szoros együttműködésbe kezdtek a térség közös gazdasági fejlesztése érdekében. Ennek része a nemzetközi közlekedés fejlesztés is. Egyik fontos törekvésük pedig, hogy újrainduljon a személyszállítás Balassagyarmat és Losonc között. Balassagyarmat első embere hozzátette, az augusztus 1-én befejezett helyreállítási munkálatok a döntéssel teljesen értelmüket vesztették. Vitézi Dávid volt közlekedési államtitkár a Válasz Online-nak adott interjúban elmondta, hogy a nógrádi vasúti határnyitás terve még nemrég is napirenden volt. A szlovák közlekedési államtitkárral én magam is tárgyaltam erről, és tudom jól, hogy a szlovákok ebben nyitottak. Nagyon sok részletet ki kellene dolgozni, hogy végre újra járjon a vonat Losonc és Balassagyarmat között, vagy akár tovább a 60-i fővonalig is. Amint ez megtörténne, és a trianoni határokat a schengeni Európában képesek lennénk végre meghaladni, ez a vonal azonnal elnyerné újra az értelmét, mondta. Vasárnap ünnepeljük a magyar államalapítást. A hagyományoknak megfelelően augusztus 20-án szert az országban egésznapos programokat rendeznek a települések. Vácon a Szent István napi ünnepség sorozat már szombat délután elkezdődik, az ingyenesen látogatható előadások mellett átadják a városi kitüntetéseket is. Augusztus 19-én szombaton a főtéren 16 órától a Katán koncertezik. 19 órakor dr. Bednarik Anasztázia orgonaművész lép fel a Ferences templomban, majd este 20 órától a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar és táncművészek közreműködésével operett musical gálát láthatnak az érdeklődők a főtéren. 20-án vasárnap 16 órakor a Dallamról Dallamra című műsort adják elő a helyszínen, melyben operett és régi slágerek csendülnek fel. Az ünnepi köszöntőre a Konstantin téren a Szent István szobornál kerül sor, ahol Matkovics Ilona polgármester átadja a Vácváros díszpolgára címet, a Vácváros egészségügyéért díjat, valamint az ilyenkor szokásos pro urbe kitüntetést. A ceremónián közreműködik Horváth István, a Magyar Állami Operaház szólistája, a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar, a Váci Néptánc Együttes és a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium. Az országalapítási ünnepet a Made in zenekar koncertje zárja 20 órakor a főtéren. A szervezők várnak mindenkit az ingyenesen látható programokon. Az augusztus 20-ai Konstantin téri ünnepség miatt néhány busz más vonalakon fog a belvárosban közlekedni. A 360-as járat nem érinti a köztársaságúti, a főtéri, a Konstantin tér és a budapesti főúti megállókat, helyette a táblán látható útvonalon haladnak majd. Ugyanez a helyzet a 364-es, 365-ös kórházat érintő járatokkal is, amik 15 óra és 19.30 között szintén elkerülik az ünnepség által érintett megállókat.
Vasárnap rendezi az e-havi országos állat és kirakodó vásárt a Vácpiac Kft. Az érdeklődőket reggel 7-től 13 óráig várják a vásártéren. Vácon minden hónap harmadik vasárnapján tartják az állat és kirakodó vásárt, mely lehetőséget teremt a helyieknek arra, hogy jó áron közvetlenül a termelőtől szerezhessék be a kívánt termékeket. Felkészülési versenyen vett részt a Ravennai Klub Európa bajnokságra készülő Vác Dunai Sárkányok csapata. A 14. Morva bajnokságra látogattak el, ahol a cseh és szlovák sárkányhajó egyesületek színe java állt rajthoz, de a váciak még így is sikert tudtak halmozni. A szombati napon egy harmadik, egy második és három első helyezés zsebeltek be, majd vasárnap ugyancsak tisztességesen helytáltak, és három második, valamint egy első helyezéssel öregbítették a hírnevét a városnak. Továbbra is marad a nyárias idő a Dunakanyarban. Szombaton időnként takarhatják felhők a napot, 30 fok lesz a legmelegebb órákban. Elvétve alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar. Vasárnap melegebb lesz, ekkor 33 fokig emelkedik a hőmérséklet. Igazi strandidő vár majd ránk a Váci térségben is. Hétfőn is marad a kánikula. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió péntek esti híradóját látták. Híranyagainkat megtalálják honlapunkon, az estv.hu oldalon, ahol online is nézhetik adásunkat, illetve a Facebookon és a YouTube-on is követhetnek minket. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!